Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás január 1-ig. Itt ezen a kártyán látható a veszteség. Itt vannak még kiadások vagy félelmek, hogy elveszíted a munkádat, vagy lesz egy anyagi veszteség, vagy valaki kihasznál téged. Az is lehet, hogy itt fájdalmakról, fájdalmas emlékekről van szó, hiszen valaki megbántott téged, vagy te bántottál meg mást, és ez fogva tart téged, itt is látható a börtönben, itt is látható ebben a toronyban, amikor érzelmekről van szó, félelmekről, bizonytalanságokról, és az a fontos, hogy kilépj ebből a helyzetből, hiszen ez a torony olyan, mint egy labirintus, keresel egy megoldást, keresel egy kiútat. Itt látható, hogy minden a levegőben lóg, sőt úgy érzed, néha elveszíted a talajt a lábad alól, és itt a kaszinónál látható, hogy valaki játszadozik veled, vagy valaki játszadozik ő vele. Itt is lehetnek veszteségek, félelmek, bizonytalanságok, lehet nyeremény is, de minden olyan bizonytalan. Tehát légy óvatos, ezt jelenti ez a kártya, figyelj oda ki, milyen szándékkal közeledik hozzád, milyen lépéseket kellene tenni, de figyelj oda az eseményekre, hiszen itt látható, az, hogy valaki itt játszadozik, a bizonytalanság, a félelem és a sebzett emlékek. De tisztázódnak a dolgok, ezt jelenti itt ez a kártya, tehát kiderül az igazság. Itt tanultok sok mindent ebből a helyzetből. Lesznek különböző kapcsolatok. Lesz valaki, aki közeledik hozzád, nyitott érzelmekről beszélni. Itt a csillagok szerencsét hoznak, lesz egy meghívás, megkapod az elismerést, lesznek külföldi kapcsolatok vagy változások. Ez az egyik irány. De itt látható, hogy légy óvatos, hiszen itt megjelenik a hamisság, vagy a hamis emberek, az is lehet, hogy valaki hazudik neked, becsap téged. Itt mérlegeld a dolgokat. Tedd fel a kérdést, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzád, kiben bízhatsz. Hiszen itt látható, hogy valaki esküszik valamire, de ez nem az igazság, hiszen itt hazugságról van szó. Valaki figyel téged a háttérből, sőt, itt látható, hogy közeledik hozzád. Ez kellemes, hiszen itt párkapcsolatról, szerelemről van szó, ő tisztázni akar veled valamit, itt lesz egy találkozás, kellemes, hiszen itt a kelyheknél érzelmekről van szó, és a négyes szám jelenti a biztonság érzetét. De a háttérben megvan a hamisság. Itt vannak még hamis emberek, hiszen itt fogva érzed magadat. Ez a torony utalhat egy hivatalos dologra, vagy egy bírósági ügyre is. Itt játszadozik valaki veled, itt lehetnek veszteségek, és ez a kép mutatja azt, hogy vannak itt még félelmek. Az a fontos, hogy tanulj ebből a helyzetből, tedd át magadat a félelmeken, de légy óvatos, figyelj oda arra, hogy mi történik körülötted, ki milyen szándékkal közeledik hozzád. Itt látható ugyan a szerencse, amit a csillagok jelentenek, de a híd utal még egy átmeneti időszakra, bizonyos dolgokat már lezártál, vagy ezt a kellemetlen ügyet fogod lezárni, és lesz egy új irány, de nem tudod, hova vezet ez az út, mert nem látod még azt, hogy mi történik veled. De legyen meg a hit, a bizalom,
a csillagok szerencsét hoznak, itt ez a kártya jelenti a hitedet, és itt folyamodnak az események, hiszen a háttérből közeledik valaki hozzád, aki már most is figyel téged. Ez a férfi jó szándékkal jön, de, mint mondtam, azért légy óvatos, vannak hamisságok még a háttérben. Lehet, hogy az ő környezetében, hogy valaki fogva tartja őt, kihasználja őt anyagilag, játszadozik vele, ő elveszíti a talajt a lába alól, itt van egy bírósági ügy, és valaki hazudozik, hamis vele szemben. És ez volt a heti jóslás, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.